Ezeken át volt a néphagyományok tisztelőinek egyfajta ünnepe a Dunamenti Folklore Fesztivál, melynek keretében országhatáron innen és túlról érkezők mutatták meg népművészetük elemeit az erre kíváncsi a sokaságnak. Táncosok és kézművesek lepték el a szervezővárosok utcáit, mutatták meg viseletüket, táncaikat. A Csúri Sándor program 2017 óta 17,5 milliárd forinttal segítette a Kárpát-medence teljes területén a népművészeti közösségek munkáját. Ez fellendítette a hagyományőrző és népművészeti munkát. Tehát azok a fejlesztések, amit a 2017 óta a támogatásból meg lehetett csinálni a civil szervezeteknél, a népművészeti civil szervezeteknél, annak eredménye van. Eredménye van a viseletek megszépülésében, eredménye van a koreográfiák rendbetételénél, eredménye van új művek létrehozásánál, a táncegyüttesek szervezeti kohéziója megerősödött ezáltal. Voltak olyan táncegyüttesek, ahol évtizedek óta az együttes vezetők semmiféle anyagi juttatást nem kaptak a munkájukért. Hát természetesen olyan is volt a válasz erre. Tehát ezek az anyagi biztonságok, ezek azt jelentették, hogy felélettek és megerősödtek ezek a civil szervezetek. Ennek a munkának egyfajta összefoglalója lesz június 11-én sorra kerülő első Kárpát-medencei Csúri Sándor Népművészeti Fesztivál. A szekszárdi helyszínen 37 néptánc együttes 900 táncosa jelenik majd meg, mely jellegében és látványában hasonló lesz a már emlegetett dunamenti forgatagnak. Táncolatér címmel egy olyan esemény, ahol 900 táncos, 900 résztvevő lesz jelen egyszerre mindenki, és közösen énekelünk, közösen táncolunk, és egy színpompás nagy kavalkád lesz, ami szemnek, szájnak csodálatos lesz, mert sokan énekelnek majd velünk, én ebben reménykedem. Olyan programokat szeretnénk, hogy mindenkit be tudjunk mutatni, és lehetőség szerint nem színházi körülmények között, hanem az utcákon, tereken, énekelünk, táncolunk, és szeretnénk megállítani ezzel az embereket, hogy pillantsanak rá, csodálkozzanak egy kicsit ide, és egy kicsit ismerkedjenek meg a megye és a megye határon élő együttesekkel. A tánc mellett szerep jut majd a megyében működő kézművességnek is, akik a bemutatók mellett foglalkozások fogásait és a közönség elé tárják. Lesz gyöngyfűzés, szövés, csuhé, hímzés például, rajtkötés lesz, tehát nagyon sokfajta foglalkozási lehetőség, szövésen belül is például a gatyamandzak szövés, kártyaszövés, akkor rajtszövés, rajtkötés, tehát a egy-egy fő szakágon belül is többfajta dolgot tudunk bemutatni, és tudunk megmutatni, akár részt tudnak benne venni, és megpróbálhatják igazából elkészíteni az egyes darabokat. Az első Kárpát-medencei Csúri Fesztivál célja, hogy a nagy nyilvánosság a népművészeti mozgalom tömegességét és magas színvonalát is megismerje. Teret adjon olyan csoportoknak a nagyobb érdeklődést övező bemutatkozásra, akiknek eddig erre nem volt lehetősége. Mindezzel segítve őket a további fejlődésben.